szegény ember és az ördög, magyar népmese. Egyszer megmozdult, felmordult a föld, s a pokolból kibújt egy kíváncsi ördög. No, nem olyan agyafúrt fő ördög, csak amolyan kelekótya ágról szakadt, amilyen hébe-hóba lődörög, elvegyülve az emberek között a földön. Nem tanult mesterséget, semmihez sem értett, így a siványok is elkergették, mert még a vaktyúk tojását sem tudta ellopni. Így aztán felkopott az álla, és egy tál krumplikásáért eladta volna a pokol minden katlanát. Zörgött a csontja, kopogott a szeme, amikor a szegény emberrel találkozott. Hová merre, szegény ember? Csak ide a szomszéd faluba, felelte a szegény ember. Felvállaltam, hogy kirakom az oltból a gazdag ember malacait. Hadd menjek veled, legalább megtanulom a malac kirakás mesterségét, imánkodott az ördög. No, nem bánom, állt rá a szegény ember, mindenki hány malacért, egy félkrajcára tiéd. Áll az alkú, rikkantotta az ördög, mert arra gondolt, így csak megkeres néhány krajcát, azon meg vesz valami harapnivalót a boltban. Ám mielőtt munkához láttak volna, gondolt egyet, s megkérdezte. Aztán mondd csak, komám, honnét tudjuk majd, hogy hányat dobtál te ki, és hányat én? Hát csak úgy, komám, felelte a szegény ember, hogy bizony én minden egyes magam kihányt a malacot megjelölök. A kis ujjamra tekerem a farkát, és meggöndörítem. Az ördög rábólintott, szegény ember pedig megmutatta, hogyan kell a malacokat kihányni. Hát hányja a malacokat az ördög, hányja ki az úrból, közben patakokban önlik róla a verejték. A szegény ember meg pipára gyújt, és komótosan fújja a füstöt. Amikor aztán már egy árva malac sincs az úrban, csodálkozva látja az ördög, hogy csak egyetlen egy egyenes farkú malacka, amely a satnyafajta, áldigál a göndörfarkúak között. Hé, komám! Kiáltja mérgesen az ördög. Sehogy sem értem a dolgot. Majd beleszakadtam a munkába is. Ja, komám! Úgy látszik, hogy ez a satnyajószág mindig vissza-vissza ugrott az orba. Máskor jobban vigyázz. A gazdag ember közben kifizette a szegény embert, az meg egy félkrajcát odavetett az ördögnek. Hely megmérgett a csúfát egy ördög, és mérgében olyan erővel vágta a földhöz a pénzt, hogy nyomban megrepett, a repedésen át meg visszaszaladt a pokolba. A szegény ember pedig akkorát kacagott, hogy a Tiszától a Dunáig hallatszott.